hogy a magyar kormány vállalta azt, hogy 2050-re Magyarország karbonsemleges lesz, karbonneutrális lesz, ami azt jelenti, hogy amennyi széndioxid kibocsátunk, annyit el is nyel a környezetünk. Ez persze sok mindent kell tenni, és hát ez a mai beruházás ez pont ebbe az irányba hat, hiszen ha olyan módon állítjuk elő a villamos energiát, ami a környezetet semmilyen módon nem terheli, akkor ez a jó megoldás. Legnagyobb mértékben a napenergia az, ami ezt a követelményrendszert ki tudja elégíteni. És hát ilyen értelemben az, hogy Európa, Közép-Európa legnagyobb naperőmű parkja, ez egy 100 megawattos naperőmű. Ez Magyarországon van és Kaposváron van, azt hiszem, hogy ezt az elkötelezettséget mutatja. Magyarország, a magyar kormány rezsicsökkentési politikáját szeretnénk fönntartani. Az a feltétel, hogy legyen olcsó és a környezetet nem terhelő energia. Az úgynevezett barna mezős beruházásokat szeretnénk a jövőben nagyobb mértékben preferálni, tehát olyan területekre telepíteni naperőművet, amire egyébként mást nem tudunk. Bányameddőktől kezdődően hulladéklerakóknak a rekultivációján ezek mind megjelennek. Tehát napelemes ország leszünk.